Holló Lászlóval fogunk beszélgetni, aki a Bábesbolyai Tudományi Egyetem Római Katolikus Teológia Karának a tanára, és azt kell tudni többek között róla, hogy a Ferenc pápa látogatását megelőzően több előadást tartott több helyen, és ennek nagyon-nagyon jó híre jutott el hozzám, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy eljött. Mindörökké, amen. Azt hallottam, hogy nagyon-nagyon érdekes előadása volt, és ezt olyan emberektől is hallottam, akik egyébként egyáltalán nem érdeklődtek a Ferenc pápa látogatása iránt. Mi a titka? Mi volt a titka ennek az előadásnak? Gondolom, az lehetett a titka, hogy Ferenc pápa szellemében tartottam az előadást, illetve hát gyakorlatilag az előadást azért vállaltam, mert hogy az közismert, hogy a világ egy, illetve a világon általában is a katolikus világegyházban vannak kritikusai Ferenc pápának. De ugyanakkor az is értésemre jutott, hogy itt a Székelyföldön is vannak olyan székelyek, akik kritizálják esetenként Ferenc pápának egyes megnyilvánulásait, és én arról szerettem volna tanúságot tenni, hogy szerethető Ferenc pápa, és ezt mondtam el, hogy számomra miért szerethető. Miért szerethető? Hát először is Ferenc pápa szerethető, mint minden ember. Természetesen, és ezért röviden bemutattam a biográfiáját, és azután pedig néhány olyan szempontot emeltem ki, amelyről fontos tudnunk ahhoz, hogy megismerve Ferenc pápát tudjuk megfelelőképpen értékelni. Egyfelül hát utaltam arra, hogy mit mond Ferenc pápa saját magáról. Ugye egy interjúban kérdezték, hogy ő mit mond magáról, és azt mondotta, hogy én egy bűnös ember vagyok. És néhány dolgot még magyarázott, és azután azt mondta, hogy egy bűnös ember vagyok, akire rátekintett az Úr. És ezen úgy elgondolkodtam, és próbáltam értelmezni a magam számára, és akkor eszembe jutott egy mese, amit gyerekkoromban hallottam a Borsószem király kisasszonyról. És ugye annak az a lényege, hogy a király, illetve a herceg kisasszonyt akar a királyfi feleségül venni, és az édesanyja nem hiszi, hogy herceg kisasszony, és ezért kipróbálja úgy, hogy az éjszakára vetett ágyba a 12 dunyha alá betesz egy borsószemet. És akkor reggel a herceg kisasszony panaszkodik, hogy fáj a dereka. Tehát, hogy a 12 dunyhán keresztül is érezte ennek a borsószemnek a nyomását, és akkor én ezt úgy értelmezem Ferenc pápa kontextusában, hogy ha valaki előre halad az életszentség útján, egyre szentebbé válik, akkor egyre inkább bűnösnek mondja magát. Miért? Azért, mert hogyha lelki dolgokkal foglalkozik, akkor egy idő után az apróbb dolgok, a borsószemnyi hát gyengességek is hát a figyelem középpontjába kerülnek, és ezeket is érzékeli, és ezeket is tematizálja. Ugyanakkor Ferenc pápa hozzátette, hogy bűnös ember vagyok, akire rátekintett az Úr. És azt gondolom, hogy a kereszténységünknek ez egy abszolút lényeges szempontja, hogy nem tartjuk magunkat oktalanul jónak, hanem tudjuk azt, hogy emberek vagyunk, ilyenként bűnrehajlók, de ugyanakkor a krisztusi megváltással ránk tekintett az Úr, és megadta a megváltás lehetőségét. Tehát Ferenc pápának valószínű a jezsuita mi voltából kifolyólag, és hogy a jezsuiták sokat elmélkednek, foglalkoznak a lelki élet kérdéseivel, ezért azt gondolom, hogy ebből kifolyólag van ez a tapasztalata, hogy rátekintett az Úr, megváltott az Úr, és ezért boldog ember lehet. Ön milyen közönséggel találkozott? És arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy felmerték tenni a kritikus kérdéseket a hallgatók, vagy azért inkább nem? Hát ezek az előadások többnyire templomban történtek, és hát körülbelül 50 perc, egy óra volt az előadás, és mivel rendszerint Szent Mise után voltak az előadások, ezért úgy érzékeltem, hogy túlfeszítenénk a húrt, hogyha még kérdésekkel tovább folytatnánk, ezért nem volt kérdésekre alkalom. Azonban én azt gondolom, hogy eléggé jól megmagyaráztam, és viszonylag egyszerűen, mindenki számára érthetően, és hát az előadásokat követően aztán magánbeszélgetésekben nyilván még folytattuk a témát, de alapvetően az előadások kontextusában nem volt kérdés. És találkozott már kritikus kérdéssel?
Tehát arra lennék kíváncsi, van, felmerik az emberek tenni, vagy csak mindenki hőbörög, illetve nem mindenki, hanem az a hangos kisebbség? Igen, vannak természetesen, tehát megfogalmazzák a kritikus kérdéseket, és én erre meg is próbáltam választ adni. Ugye alapvetően a legproblematikusabb, amit tematizálnak Ferenc pápával kapcsolatban, az néhány konkrét megnyilvánulása, ami az én olvasatomban profétai jellegű megnyilvánulás. Hát először is a legkritikusabb kérdés az a migránsokkal, tehát a menekültekkel való, azok befogadásával kapcsolatos kérdések, és nyilván erre is próbáltam választ adni, és nekem megvan a válaszom, tehát a saját magam számára mindenképpen meggyőző válasz, és ezt próbáltam közvetíteni. Elmondja ezt nekünk is? Természetesen. Már csak azért, mert hogy valószínűleg olyan néző is nézi, akiben ezek a kérdések ugyanígy megvannak, akkor nem maradjon a válasz nélkül. Igen, tehát én úgy próbálom magyarázni, hogy Ferenc pápa, mint az egyháznak a vezetője, mint a Jézus Krisztus földi helytartójának az utódja, nyilvánvaló, hogy akkor, amikor valamilyen szenvedéssel, problémával találkozik, akkor nem mehet el ezek mellett minden további nélkül, hanem erre csak is a segítség, a megoldás keresés lehet a válasza. És akkor, amikor 2015-ben gyakorlatilag akkor indult el a menekült hullám, akkor az volt a javaslata, hogy fogadjuk be, hogy támogassuk a menekülteket. Ezt követően azonban, amikor a pápa is látta azt, hogy milyen a hozadéka ennek a menekült kérdésnek, akkor mára-mára azt mondja a pápa is, hogy kell támogatni a menekülteket, de otthon kell támogatni. Tehát hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ki otthon olyan élet körülményt teremtsen magának, hogy az élhető legyen. Nyilván azért azt is tudni kell, hogy, és ezt is elmondtam az előadásaimban, hogy a pápának a menekült kérdés megközelítése az egy más szempontból, egy más szocializációs helyzetből, körülményből adódik, és pedig azért, mert utaltam arra, hogy itt a Székelyföldön, illetve Romániában, európai viszonylatban a legnagyobb a saját házzal, saját otthonnal rendelkező embereknek az aránya. Tehát 90% fölött van. És az európai államok közül Románia, azt hiszem Litvánia után a második, ahol a legtöbben akarunk saját tulajdonú otthont. És ez egy sajátos életérzést ad. Tehát egy helyhez kötöttséget, egy otthonérzést, egy... akarja az ember tudni, hogy otthon van ott, ahol éppen van. Ezzel szemben például nyugaton, ott nagyon sok a bérben lakó, tehát mobilisabb életérzésű ember. A pápa maga pedig, ugye tudjuk azt, hogy Olaszországból mentek ki a nagyszülei, illetve az édesapja, és azután Argentinából most visszajött. Tehát az ő élettörténetében van egy ilyen, hát, kivándorlás élmény, és ezért ő másképpen közelít mondjuk a menekültekhez minden bizonnyal, de ami a mi menekülteinkre vonatkozik, tehát akik Csíkból mennek, vagy Erdélyből mennek ki külföldre, azokkal kapcsolatban is én azt szoktam mondani, hogy nincsen törvény, nincsen norma arra, hogy ami valakit itthon kellene, hogy tartson a szülőföldjén, még az idősödő szülők iránti kötelezettség sem olyan, ami itthon kellene, hogy tartsa ezeket az embereket. Viszont a diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy valahányszor azt hallom, hogy valaki külföldre ment, mondjuk munkavállalás vagy hasonló céllal, akkor hűlni érzem magam körül a világ melegét. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy én egyre inkább egyedül érzem magam itthon. Minél többen elvándorolnak, annál inkább. És ezért... bár azt gondolom, hogy mindenkinek joga van, hogy ott keresse a boldogságát, ahol éppen megtalálni véli, azért mindenképpen én szeretném, hogyha mi itthon maradnánk. És most öröm számomra az, hogy arról értesülök, hogy egyre többen jönnek haza, akik korábban elmentek. Egyébként teljesen eltér a témától, de muszáj ezt közbeszúrnom, hogy már-már azt érzem időnként, hogy szinte szégyen, vagy nagyon egyedül vagyok ezzel a kérdése és ezzel a véleménye, hogy igen, felelősek vagyunk az idős szüleinkért. Igen, felelősek vagyunk. Tehát, hogy ezt miért felejtjük el?
Vélhetően azért felejtjük el, mert hogy jelentősebb a felelősségünk a gyermekeink iránt. Tehát ez az életrendje, hogy a minden generáció a gyermekeiről gondol. Valóban, ezt meg is fogalmazzák, hogy előre kell nézni. Így van, igen. Ugyanakkor a szülők iránt is felelősséggel tartozunk. Ez hagyományosan, legalábbis itt a Székelyföldön abban mutatkozott meg, hogy rendszerint a legkisebb gyermek örökölte az öst, tehát a szülők házát, igen. És akkor ennek fejében kötelessége is volt a szülőket eltartani. Ugye amikor nem volt nyugdíjbiztosítás meg hasonló dolgok, akkor ez volt a szülőknek a biztosítása, hogy a összegyűjtött vagyonnak nagy részét, az öst, azt átadták a kisebb gyermeknek, és akkor ő gondoskodott róluk. Na most a világ annyiban változott, hogy ez egyre kevésbé valósul meg, és azt kell mondanom, hogy rendkívül szomorú történeteknek lehet tanulja az ember. Én Kolozsváron élek, és ott néha házszenteléskor besegítek különböző plébániákon, és ott az idős szülők, 70-80 éves emberek elmondják, hogy a gyermekeik Ausztráliában, Kanadában, a világon szétszórva élnek, és hogy ők egyedül vannak. Rendszerint ezek a gyermekek anyagilag támogatják a szüleiket, tehát gyakorlatilag az anyagi támogatás, segítség megvan, de azért mégiscsak magukra vannak hagyva, és ez rendkívül fájdalmas tud lenni számukra. Tehát azt gondolom, hogy jó volna egy valamilyen köztes megoldást találni, és én amit hát úgy látom, hogy vállalható minden további nélkül erkölcsileg, az az volna, hogy igen, hogyha valaki úgy érzi, hogy anyagilag meg kell alapoznia magát, akkor elmegy, mondjuk anyagiakra tesz szert, és azután visszajöve itt próbálja ezt kamatoztatni. Azt gondolom, hogy ez lenne a legoptimálisabb. Teljesen el fogom felejteni, hogy milyen témáról szerettem volna beszélgetni, de muszáj itt közben fizem, hogy igen, valóban sokan így indulnak, de megszületik a gyermek, aki már ott kezd napközibe járni, akinek nagyon sokszor meg sem tanítják már a magyar nyelvet, pontosan azért, hogy könnyebb legyen neki integrálódni, mert hogy érezze magát londoninak, vagy németnek, stb. És az, amit olyan nagyon-nagyon tudtunk, vagy tudunk, amíg itt élünk, és meghatározzuk önmagunkat, hogy hát nem adjuk román napköziben, hogy tanuljon magyarul, azt ott, mintha elfelejtenénk. Tehát, hogy... Egyszerűen csak arról van szó, hogy természetszerűleg oda szocializálódik egy család egy idő után, és akkor egyre nehezebbé válik a visszatérés. Ahhoz, hogy a visszatérés könnyebb legyen, ahhoz azt gondolom, hogy az volna szükséges, hogy akkor, amikor külföldön dolgozik és valamelyest anyagiakra szert tesz, akkor azt hazamentve itt már próbáljon mondjuk építkezni, vagy lakást vásárolni, stb., mert akkor az ide való kötődés ismét erősödik. És még egy percig itt maradva ennél a témánál, azt is látom, hogy az én generációm például, akiknek már, hát a gyerekeik már nem felnőttek, de nagyobb bacskák, és eltelt már az a pár év, amikor az ember lelkes és nagyon örül, hogy nincsen anyagi biztonsága van, nincsenek napi problémái, tudott venni jó házat, jó autót, stb., hogy bizony felébred a honvágy. És nagyon gyakran látom azt 40-40 pluszos ismerősökön, hogy sírnak, ha csak haza gondolnak. Tehát, hogy eltelik 10-20 év, amivel akkor még 30 évesen nem is gondol, mert hajt és dolgozik, stb., de már hazajönni nem tud. Ezt mondhatjuk általánosnak, vagy esetleg ön is találkozott hasonlóval? Természetesen, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon irritál engem. És pedig azért, mert hogy diákjaimnak is szoktam mondani, hogy tehát elmenni el lehet. Mindenki ott keresheti a boldogságát, ahol megtalálni véli. De azért egy dolgot kérek, hogy ne az én vállamon próbálják majd a honvágyukat kísérni. Mert hogy a honvágyat fel lehet oldani, haza kell jönni, és akkor megszűnt a honvágy. Tehát nyilván nem ilyen egyszerű a kérdés, ezt én is tudom, de végső soron mi az emberi életnek az értelme? Minden ember boldog akar lenni. Na most ezt a boldogságot keresve, hogyha külföldön jó anyagi körülmények között van, de emészti a honvágy, mert mégiscsak itthon hagyta a szüleit, itthon hagyta az őseinek a sírjait, akkor ez egy fájdalmat jelent. Tehát azt jelenti, hogy az életminősége azért nem tökéletes,
Mert hát lehet-e tökéletes? Nem lehet tökéletes, de mindenképpen azt gondolom, hogy az is hozzátartozik az életminőség szolgálatához, hogy belássuk, hogy minden nem lehet tökéletes, belássuk azt, hogy nem kell mindenből a legjobbat megszerezni vagy megvalósítani, hanem próbáljuk a vágyainkat is mondjuk reális területen tartani. Értem. A Ferenc pápa látogatásáról is beszéljünk két mondatot legalább, hogyha már ezzel a témával szerettünk volna, erről a témáról szerettünk volna beszélgetni. Hogy látja? Felkészültünk rá, készek voltunk mi, erdélyi magyarok. Készek voltunk, megértettük, meghallottuk, amit mondott a pápa. Nyilván még csak egy fél nap telt, egy nap telt el, de mit tapasztalt? Igen. Én azt gondolom, hogy erre a pápa látogatásra több mint 20 éve készülünk. Ugye Szent II. János Pál pápának nem sikerült eljönnie hát Erdélybe is. Most Ferenc pápa eljött. Készültünk, nagyon vártuk, és most örülünk, hogy itt volt. A körülmények ugyan nem voltak tökéletesek ebben az esetben sem, hanem ez a pápa látogatás is olyan volt, mint maga az élet. Nehézségekkel, gondolok itt az időjárásra, az ezzel kapcsolatos problémákra, de azt gondolom, hogy a pápa is láthatta azt, hogy a hívei kijöttek őt fogadni, nagy számban gyűltünk össze az időjárás viszontagságai ellenére, és talán amit én hiányoltam ebben a pápa látogatásban, vagy egyáltalán a megvalósulásában, az, hogy mi székelyek és magyarok nem déli népek vagyunk. Tehát nem tudunk annyira lelkesedni, mint mondjuk az olaszok, vagy éppen az argentinok. Igen, és... Vagy nem tudjuk kifejezni ezt. Nem tudjuk lehet, kifejezni. Lehet, hogy lelkesedünk, csak nem természetesen, nem tehát belül igen. Nagyon is lelkesedünk. De amúgy is nyilván. Olyanok vagyunk, hogy nehogy már lássa valaki, hogyha boldog vagyok. Igen, és... Igen. Tehát azért volt némi örömújongás akkor, amikor a pápa mobil körbe járt, de azért nem tudjuk úgy kifejezni, mint ahogy mondjuk déli népek ezt meg tudják tenni. Jó volna, hogyha azok, akik a pápa közelében vannak, közvetítenék azt a gondolatot, hogy mi rendkívül szeretjük a pápát. Csak éppen azok a körülmények, amik az életünkben adódtak, az, hogy itt magasak a hegyeink, a klímánk elég zord, a mindennapi betevőért nagyon meg kellett már évszázadokra visszamenőleg is meg kellett dolgozni. Állandóan fázunk. Így van, igen, és ezért hát kemények vagyunk egy kicsit, ami nem azt jelenti, hogy belül is kemények vagyunk, mert belül megvan bennünk a szeretet, megvan bennünk a szíves vendéglátás és egyebek, csak nem tudjuk olyan nagyszerűen kifejezni. De én örülnék neki, hogy akik a pápa közelében vannak, azok ezt a gondolatot közvetítenék, hogy igenis nagyon szeretjük őt, akkor is, hogyha ezt nem tudjuk megfelelőképpen kimutatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.